Szentesini Nánási Tünde intézményvezető elmondta, a versenyre a város általános iskolájából érkeztek a diákok. A feladatok minden évben kicsit változnak, kiveszünk, beleteszünk újabb erőfeladatokat, elsősorban természetesen a tiszta fizikai erőt igyekeznek a testnevelő tanáraink ilyenkor felmérni a felsős tanulók részvételével. A verseny lebonyolítását a testnevelő kollégák segítették. Az iskolánként delegáltak két kategóriában, általános iskolák 5.-6. és 7.-8. osztályosai mérték össze erőtudásukat. Nem egyformák a fizikai feltételek a különböző évfolyamokon, 5-8. évfolyamokon zajlanak a vetélkedők, és örömömre szolgál, hogy ezen az alkalmon jelenleg 20 gyerek méri össze a fizikai tudását, erejét. A 20 diákra 4 feladat várt. Függeszkedés, fekvőtámasz, kötélmászás, pademelés és rúdtartás. Számított a kitartás és az ügyesség is. A versenyen a következő eredmények születtek. 5.-6. osztályban első helyezett Kelemen Dominik, 6. osztályos tanuló, a Szent Pál Marista általános iskolából felkészítő tanára Bukó Edina. 2. helyezett Stupinski Dominik, 6. osztályos tanuló, a Györfi István katolikus általános iskola és Szent Erzsébet óvoda diákja, felkészítő tanár Szívós Gyula. 3. helyezett Rostás Attila, 5. osztályos tanuló, a Szent Pál Marista általános iskolából felkészítő tanára Bukó Edina. 7.-8. osztály. Első helyezett Drégeivári Áron, 8. osztályos, Györfi István katolikus általános iskola és Szent Erzsébet óvoda, felkészítő tanár Szívós Gyula. 2. helyen végzett Balogh Rajmond, 8. osztályos tanuló, a Karcagi Arany János általános iskolából, felkészítő tanára Nagy Brigitta. 3. helyezett Kovács Levente, 8. osztályos tanuló, a Szent Pál Marista általános iskolából, felkészítő tanára Bukó Edina.